Na hát, milyen kalandba csöppentünk itt? Nebulóink a természet szépségeit tanárnőjük segítségével fedezik fel. Például a Furcifer Párdaliszt is. Ezzel az imásfilmmel próbálja népszerűsíteni a pedagógusi életpályát a pedagógusok szakszervezete. Jelenleg ugyanis egyre kevesebben választják ezt a hivatást, illetve sokan hagyják el a pályát. Fülöp Attila, a pedagógusok szakszervezetének megyei elnöke, a szervezet nyíregyházi tanévnyitó értekezletén elmondta, a bölcsődéktől a középiskolákig a feladatok ellátásában már a megyében is égető problémát jelent a megfelelő mennyiségű pedagógus hiánya. 22-26 óra között gyakorlatilag szórják a tanároknak a kötelező óráit, illetve ezen kívül ugye problémát jelent ugye a helyettesítéseknek a szakosként való ugye ellátottságának a hiánya, illetve problémája. Ugye óriási gondot jelent, hogy öregszik ugye gyakorlatilag a pedagógus társadalmunk, mind valamennyi szinten, tehát gondolok itt a dajkákra, ugye általános iskolai tanárokra, illetve középiskolában dolgozó akár műszaki tanárokra, szakoktatókra. A tanárok jelentős része 50 év feletti, így amint egy 160 ezer magyarországi pedagógusból a következő 15 évben akár 60-70 ezeren távozhatnak, ami már a tanárok több mint 40%-át jelenti. Ugyanakkor az utánpótlás kérdése nem megoldott, a pedagógus hallgatók 30%-a már az egyetemi évek alatt lemorzsolódik. Aztán jön a következő lépcsőfok, amikor kikerülnek és pályakezdékként elkezdenek tanítani, és szembesülnek azzal, hogy 2000 akárhány száz forinttal keresnek többet, mint mondjuk egy bármilyen más munkahelyen, ahol érettségével is el lehet végezni, vagy el lehet látni a feladatot. Tehát azt tudom mondani, hogy a gyakornokok bérével mindenképpen foglalkozni kell, mert a pálya nem tartja meg a fiatalokat. Az a tapasztalat, hogy 5 éven belül egy 40%-a a pályára kerülő fiataloknak elhagyja az iskolák, a köznevelési intézmények területét, és máshol keres boldogulást. Ugyanakkor nem csak a bérezés miatt hagyják el nagy számban a pedagógusi pályát, hanem a nagyfokú leterheltség is a kiemelt okok között szerepel. Itt olyan fajta felelősség jelenik meg, amikor egy tanterembe az ember bemegy, mert a jövő generációját képezzük, értéket kell átadni, és az a felelősség, amelyet megjelenik egy pedagógus vállán, miközben a tanárhiányból következő túlterhelés, az adminisztrációs adatszolgáltatásoknak az özöne olyan plusz feladatokat ró a pedagógusokra, amelyek egyáltalán nem stabil, biztos, kiegyensúlyozott munkahelyet jelentenek számára, ezért keresik azt a megoldást, ahol könnyebben tudnak többet keresni. Szabó Zsuzsanna azt is elmondta, a pedagógusokat érintő problémák megoldása véget, már a közös munka érdekében felvették a kapcsolatot a különböző kormányzati és döntéshozó szervekkel, illetve a pedagógusok szakszervezete ezentúl részt vesz minden olyan rendezvényen, mely az oktatással és a pedagógusokkal foglalkozik.